Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden részéről, többek között az óceánon túlról részvevőket is. Én Batha Tusek János vagyok, mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Én Barta Tusek Nébolya vagyok, én is szeretettel köszöntöm Önöket. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a PPH vezetői közül ma mi lehetünk a házigazdák. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegez egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom Ács volt, mára viszont a PPH tanulók csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk, házasságban élünk már vagy 27 éve. 27 éve. Családi helyzetünk még annyi, hogy van egy 16 éves lányunk. Én kereskedelemben dolgoztam, azt végeztem, és már, mint hogy párom elmondta, hogy a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 37 éve foglalkozik emberekkel, 33 éve van saját szervezésű csapata, 31 éve hozta létre a PPH közösséget. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Előadunk egy olyan mester, akinek a tudása, képességei és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló még a mi mesterünk, arra jutunk, hogy az egyetlen személy, akinek a vezetésével négy különböző területen ért el egy szervezett piacvezető pozíciót, úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. Mesterünk az egyetlen tanító a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. 1984 óta Budapesten élt családjával, feleségével Szedlacsik Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. Két fiúgyermeket neveltek fel. Élő emberként ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Mesterünk Szedlacsik Miklós kapott egy küldetést, és a küldetés megvalósításához képességeket, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse olyan módon, hogy közvetlen fenti forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket adjon át, amely által az emberek képessé válnak szeretett korba, az aranykorba bejutni. Ennek a küldetésnek megvalósításához kapott egyedülálló különleges képességeket. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődésének olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek a szeretett korba, az aranykorba. Szeretném megkérni, hogy jöjjön tarts meg a mai képzésünket, mesterünk, a szervezetünk alapítója és vezetője, Szedlacsik Miklós, mesterkócs. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Remélem mindenki jól hall, jól lát. Mit szóltok ez a jelenlegi világunkhoz? Mi baj van a jelenlegi világgal? Mi baj van? Nem állnak ki a jó mellett. Most látom, hogy nem látjátok a... Ahogy hívjátok. Ja? Megvan, miért nem látjátok? Nincs bekapcsolva. Mindjárt látjátok. Ez a baj, ki van kapcsolva, józan lesz a világban. Na nézzük, hogy mi baj van a jelenlegi világunkkal. Nem nagyon boldogok az emberek, nem? Ugye miért nem boldogok? Hát mert sok a problémájuk.
és az embernek sok a problémája, akkor mi történik? Hát ha rövid időn belül nem tud megoldani az ember egy problémát, vagy ugye a problémáit, akkor ez kihat a hangulatára, és az illetőnek leromlik a hangulata, és ez tartossá tud válni. Tehát, hogyha tömegesen az emberek boldogtalanok, akkor hát oda jut a világ, ahol most tart. És minél boldogtalanabbak az emberek, annál rosszabb világunk lesz. Tehát ez nem pessimista gondolkodás, ez következmény. Tehát az ember valaki, tehát bármilyen ember ismeri az ember működését, illetve az élet működését, akkor tudja, hogy az okoknak következményei lesznek. Tehát ami a jelenben történik, pozitív vagy negatív, annak pozitív vagy negatív következményei lesznek. Tehát nyilván a pozitív dolgoknak pozitív következményei lesznek, a negatív dolgoknak meg negatív következményei lesznek. És az emberek hangulata romlik társadalmi szinten, akkor az egész társadalomnak rosszabb lesz. Tehát ugye van egyfajta törekvés arra, hogy a társadalomnak rosszabb legyen. Tehát valakik azt gondolják, hogy ez összeesküvés elmélet, akkor hát gondoljon csak vissza a Covid-ra. Jó? Tehát igazából az egész Covid az úgy volt hazugság, ahogy kell. Megjött? Tehát úgy volt hazugság, ahogy kell. Tehát ami azt jelenti, hogy az egészet úgy, ahogy volt, megrendezték. Tehát úgy mindent. Kezdetektől végéig. És ha megnézed a média szerepét ebben, ha visszaemlékszel egy kicsit, akkor már 2021 évvégé felé van, december környékén, nem kettő, 2019. december környékén már azt mutogatták a médiában, hogy Kínában mindenki maszkban jár. De azt nem mondták, hogy az utóbbi 20 évben Kínában rendszeresen mindenki maszkban jár a városokban. Tehát azt elfelejtették mondani, hogy a városokban, Kínában, mondom, az elmúlt 20 évben mindenki maszkban jár. Mert rossz a levegő. Azért. És de nekünk úgy adták elő az egészet, hogy a Covid miatt. Nem a Covid miatt voltak maszkban. Hát ha megnézed, Kínában ugyanúgy mai napig is a városokban maszkban vannak az emberek. Ezáltal láthatod is, hogy jön egy kínai beutazó, érted, és maszkban van Magyarországon. Mert megszokták ott, hogy a városokban maszkban vannak az emberek. Tehát nem vidékről van szó, hanem a városokról van szó. Tehát a média eladta úgy, hogy a Covid miatt vannak maszkban. És akkor szépen Kínából elindult ez az egész, és utána ráverték az egész világra ezt a fajta működést, ha jobban megnézem. Mert rá lehetett. Tehát a tudatlan emberek elhittek mindent. Én akkor is mondtam, hogy az egész egy hazugság, magát a vírust azt kifejlesztették, az emberek fejlesztették ki. De hát az egy gyakorlatilag egy kicsit erősebb influenza vírus volt. Tehát kifejlesztettek egy olyan influenza vírust, ami az eddigiekhez képest másabb volt. És az azt jelenti, hogy az ember szervezete úgy működik, hogyha van egy influenza vírus, és ha az mit tudom én, annak a közelébe vagy, tehát az influenza vírussal találkozik a szervezeted, akkor ha elég erős az immunrendszered, akkor ellenanyagot termel
az influenza vírussal szemben, és akkor a maga a szervezet az nem betegszik meg, de kitermelte az ellenanyagot, és ha a jövőben ilyen influenza vírus újból jön, akkor az már az ellen nem kell kitermelni, mert már ott van a szervezetben. Tehát ez úgy működik, hogy felismeri, és abban a pillanatban képes védekezni. Az emberi szervezet, az immunrendszer azzal szemben nem védekezik, amit nem ismer. Hát amit nem ismer. Azzal szemben, amit ismer, baktériumokat, vírusokat, gombát, azok ellen tud védekezni. Amit nem ismer, azok ellen nem védekezik. És ezért kifejlesztettek egy újfajta influenza vírust azért, hogy rá lehessen fogni, hogy ez egy halálos vírus. És halálos volt azoknak, akiknek legyengült immunrendszere volt. És nem tudott ellenállni annak a fajta vírusnak. Jó, tehát ha megnézed ezt, régebben nem tudták megcsinálni. Pedig ugye ilyen tervek, hogy ijeszgessék az embereket, és azáltal hogy halljanak meg többen az átlagnál, ezekre kidolgozott, megtervezett programjuk van. Ezért ugye a jövőben is várható ilyesmi, hogy majd ilyeneket fognak csinálni, de ehhez nyilván, hogy meg tudják csinálni, kellően tudatlanná kell tenni a társadalmat. És hogy lesz egy ember tudatlan? Hát nyilván úgy lesz az ember tudatlan, hogy szét kell bombázni ugye a közösségeket, hogy az emberek minél kevésbé beszéljenek egymással, hogy minél inkább a médiára hallgassanak, és ne egymásra hallgassanak, hanem a médiára hallgassanak, és a médián keresztül ugye pedig elhitetnek az emberekkel olyan dolgokat, amilyet akarnak. Tehát most gondoljuk végig, erre egy jó példa volt. Ugye Anglia anno annak idején, mikor még nem volt tévé Angliában, akkor az emberek Londonban például összegyűltek a Hyde Parkba, és ott beszélgettek rendszeresen. És ahogy elkezdtek tömegessé válni a tévé használat, úgy tűntek el az emberek a Hyde Parkból. Ami azt jelenti, hogy nem egymással beszélik meg a dolgokat, hanem a médiát nézik. Most mondok példát, de ez nem csak Angliában volt így. Én ugye rengeteg gyerekeskedtem lent vidéken, ahol az emberek összegyűltek, szó szerint, és megbeszélték a dolgokat. Addig még nem volt tévé. Amikor kezdetben egyes embereknél volt tévé, akkor oda gyűltek az emberek, és nézték a tévét. Én ezt ugye még megéltem. És utána már, mikor mindenhol lett tévé, akkor már nem gyűltek össze. Tehát ami azt jelenti, hogy már nem. Tehát elérték a tévén, tehát a médián. Tehát mikor a médiát bevitték az otthonokba, tehát elérték, hogy a média bekerüljön az otthonokba, minden család otthonába, azáltal elérték, hogy az emberek gyakorlatilag ne beszéljék meg a dolgaikat egymással, hanem a médiát hallgassák, nézzék, ezáltal ugye a média hason rájuk, és ne egymás beszélgetése. És így el tudják azt érni, hogy az emberek mondjuk ne beszéljék le egymást mondjuk arról, hogy beoltassák magukat, tehát hogy figyelmeztessék, hogy ez egy átverés, nem. Már ugye mivel nem beszélgetnek így egymással az emberek rendszeresen, napi szinten, mint régen, tehát napi szinten beszéltek az emberek egymással, mert napi szinten jártak össze. Érted? Tehát ez megszűnt, ezáltal ugye nincs rá lehetőség, hogy az emberek megbeszéljék egymással, hogy milyen dolgok vannak, amire oda kellene figyelni, és így azt hallják, amit a média mond, és a médiának elhiszik, hogy az az igaz, amit a médiából hallanak, és annak alapján cselekszenek, amit a médiából hallanak. Tehát most gondold végig, mit tudom én, mondjuk voltak a települések,
és a településeken összejöttek az emberek, de hát nem mindenki együtt, hanem mindenki ott a környezetében összejött, de a településen voltak okos emberek. Tehát is most akár nagyvárost nézzük, tehát ne a nagyvárost nézd, hanem hogy nézd a kerületeket, vagy nézd az utcát. Mondjuk az utcában összejöttek emberek, tehát ez régen úgy működött, az utcában is összejöttek az emberek beszélgetni, még itt Budapesten is, érted? És ott voltak okos emberek, akik lebeszélték a hülyeségről az embereket, érted? Most ez megszűnt. Tehát megszűnt. Már nem, az okos emberek nem járnak össze más emberekkel, mert nincs egy ilyen fajta működés. Hanem egy fajta működés van, az, hogy mindenki otthon van, médiát hallgatja, nézi, stb., és annak alapján dönti el az életét, amit a médiából hall. Világos? Tehát ezért nagyon fontos, hogy az ember része legyen egy olyan közösségnek, ahol az ember hallhat okosságokat, érted? Eszességeket. És nem csak azt hallhatja, amit a médiában hát hall, tehát amire a média rá akarja beszélni. Szó szerint. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ha valaki azt gondolja, hogy majd el lesz egy fejlesztő közösség nélkül, akkor annyi baja lesz az életben, hogy ihaj. Tehát egy olyan világban élünk, ahol nincs szükség már az emberi munkára olyan mértékben, mint régen. Tehát ezt át kellene látni. Tehát ez nem negatív gondolkodás, ezt körül kell nézni a világunkban, és ha valaki körülnéz, akkor lát is. Tehát nincs szükség. Tehát például a férfiak fizikai erejére egyre kevésbé van szükség. Tehát ezáltal nem véletlen az, hogy a férfiak átlag életkora az jóval rövidebb lett, mint régen volt. Régen, tehát amikor még nem volt média, akkor a férfiak és a nők átlag életkora gyakorlatilag azonos volt. Azonos volt. Tehát nem volt különbség. És nagyon érdekes, mert a média és a nyugdíj, az körülbelül egy időben alakult ki. Tehát nagyon érdekes, gondold végig. Tehát mi közelnek az egésznek a nyugdíjhoz? Hát ugye régen nem volt nyugdíj, ezáltal a férfiaknak és a nőknek, hát életük végéig dolgozni kellett, valamilyen szinten. Az azt jelenti, hogy a munkájukra szükség volt, tehát ha más nem, akkor a gyerekekről gondoskodtak, érted? A kisgyerekekről, unokákról, stb. Stb. Míg akik fizikailag bírták, dolgoztak. Tehát ugye régebben a férfiak elsősorban fizikai munkát végeztek, és nehéz fizikai munkát végeztek. Én emlékszem, 80 akárhány évesen nagyapám még kaszált, érted? Még kaszált. Jó, nem 8 órát egy nap, mert annyit azért nem bírt, de képes volt arra, hogy egy pár órát kaszáljon egy nap. Ha nem is egy húzamba. Tehát nehéz fizikai munkát végeztek, szükség volt a férfiak munkájára. És ezáltal egy férfi úgy működik, hogyha nincs szükség rá, akkor meghal. De a nők is így működnek. Ha nincs szükség rá, akkor meghal. Érted? Tehát ez a kettő, két dolog, hogy a halál és az, hogy szükség van rád, ez összefügg. Tehát minél inkább azt érzi az ember, hogy szükség van rá, annál hosszabb lesz az élete. És minél hamarabb az ember nem érzi azt, hogy szükség van rá, akkor meghal. Minek éljen, ha nincs szükség rá? Világos? Ez teljesen logikus. És először is ugye a férfiaknál elkezdték elérni a technika fejlődésével,
hogy a férfiak fizikai erejére ne legyen szükség. Ezáltal a férfiaknak jócskán megrövidült az életük, sőt, ha azt nézzük, odáig, tehát onnan, nem odáig, onnan rövidült meg az életük a férfiaknak, hogy nyugdíj. Tehát úgy értve, hogy a férfiak jó része nyugdíj környékén hal meg. Oké? Tehát a nyugdíj környékén. Mert nincs rájuk már szükség. Érted? Nincs rájuk szükség. A nőkre a család miatt van szükség, azért hosszabb az életük. De eleve ott kezdődik, hogy az emberekre, munkaerejükre nem lesz szükség. Tehát a technika fejlődésénél fogva, és ugye minél gyorsabb a technika fejlődése, annál inkább igaz ez, a technika fejlődésénél fogva nem lesz az emberekre szükség, érted? Megoldják a gépek. Sőt, sok esetben már gondolkodásra sem lesz szükség. Mert a mesterséges intelligencia megoldja ezt a kérdést, amit eddig kitaláltak az emberek, már nem kell kitalálniuk. Hát most gondold végig, mit tudom, egy zeneszerző hány órát foglalkozik azzal, hogy zenét szerezzen. A mesterséges intelligenciánál a szöveg meg a zene pár perc. Pár perc. És megszerkesztett egy zenét, megkomponált, és hozzáírt szöveget. Érted? Tehát, és, de csak egy dolgot mondok. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit eddig az emberek találtak ki. Nem lesz szükség rá. Tehát azt gondolják emberek, hogy mit tudom, én beszélgettem múltkor valakivel, és akkor elmondta, hogy neki van egy nagyon jó keresete. Mivel foglalkozik? Informatikus, férfi. Érted? És akkor azt gondolja, hogy neki mindig lesz munkája. Gondold végig, valóban az vadi új programokat majd valakiknek ki kell találni. De az informatika az nem a vadi új programokról szól elsősorban, hanem a programok fejlesztéséről szól. Na most, a mesterséges intelligencia a programok fejlesztését sokkal gyorsabban fogja megcsinálni, mint egy ember. Ami azt jelenti, hogy aki most programfejlesztéssel foglalkozik, az a jövőben annak nem lesz munkája. Pedig úgy gondolják, hogy nekik mindig lesz munkájuk, mert hát ők programozók, és programokra mindig lesz szükség, érted? Óriási tévedésben vannak. És a terület, tehát a munkaterület nagy része erről fog szólni, hogy egyszerűen nem lesz az emberekre szükség, érted? Nem lesz szükség. És az azt jelenti, hogy ha most tehát nem oldanák meg azt, hogy van egy csomó alibi munka. Érted? Ahol bejárnak az emberek, dolgoznak, de igazából a munkájukra csak azért van szükség, mert kitalálták azt a munkahelyet. Érted? Ha most megnéznénk, hogy mindent gépesítenének, és mindenhol bevezetnék mondjuk a mesterséges intelligenciát, meg a gépesítést, ahol lehet, akkor körülbelül már mondhatnánk azt, hogy 60% lenne a munkanélküliség. Nem 6%, 60. Érted? Ami annyit jelent, hogy azért nem csinálják ezt meg, mert ebből óriási lázadások lennének, tüntetések, és abba belebuknának a kormányok. Na most, hanem helyette mit csinálnak? Minden áron megpróbálják azt elérni, hogy az emberek természetes halálba haljanak meg. A természetes halálnak meg nagyon egyszerű módja van. Jó? Például az, hogy sok rákos legyen,
ahhoz azt kell elérni az embereknél, hogy ne mondjanak nemet. Hát ne mondjanak nemet. Tehát megtanulják azt, hogy ne mondjanak nemet. Érted? És akik hosszú távon nem tudnak nemet mondani, azok nagyon nagy eséllyel lesznek rákosok. Rosszindulati rákosok. Ha ezen nem változtatnak, akkor belehalnak a rosszindulatú rákba. Jó? Akkor kitalálnak újabb és újabb vírusokat, amit nem ismer az immunrendszer, és akiknek ilyen-olyan betegségük van, mint például a Covid-nál, hogy gyakorlatilag senki nem halt meg úgy, hogy csak a Covid-ban. Mindenki, aki meghalt, neki volt valamilyen előző betegsége, vagy betegségei, a legtöbbnek betegségei, amire a Covid rátette az íre a pontot. Tehát ami azt jelenti, hogy kitalálnak új vírusokat, amire az emberek immunrendszere nem készül fel, és az emberek, akiknek az immunrendszere le van gyengülve, az meghal. Ugye, hogy van egy immunrendszer legyengülve? Hát első és legfontosabb feltétel, hogy egy gyenge immunrendszerű legyen egy ember, hogy rossz hangulatú legyen. Ez a legfontosabb feltétel. Ha egy rossz hangulatú egy ember, akkor sokkal könnyebben kap el bármilyen betegséget. Jó? És elérik, hogy az emberek rossz hangulatúak legyenek. Tehát gondold végig, van 13 család. Ez a 13 család, ezek a világurai, ez körülbelül olyan csak nem 7000 fő. 13 család, csak nem 7000 fő. Hiszen ezek a családok, ezek dinasztiák, érted? Tehát nagyon szétágazó dinasztiák. És nagyon sokan vannak ebben a családokban. Tehát ez olyan, mint, tehát itt olyan családra is gondolj, akik már mit tudom én, a rokonok azok ilyen harmad, negyed, ötöd unoka testvérek, érted? Tehát így képzeld ezeket a családokat. De ezek dinasztiák. Ezek régóta törekednek arra, hogy ők gazdagok legyenek, nagyon régóta, évszázadok óta. És elérték, hogy világ leggazdagabb emberei legyenek. Oké? Okay? Itt van 7000 ember. Szerinted 7000 ember 8 milliárdnak kell kiszolgálni? Akkor te óriási tévedésben vagy, ha azt gondolod, hogy 7000 embert 8 milliárd embernek kell kiszolgálni. Tehát ők azt gondolják, azt szeretnék, hogy ők legyen ez a 7000 ember, plusz a kiszolgáló személyzet. Oké? Okay. A többire nincs szükség. Mert nyilván, aki a bolygót is kiszolgálja, ezt ők kiszámolták, ez körülbelül 500 millió ember, amely kiszolgálja őket, meg a bolygót. Érted? Schluss. Tehát mondom, ez a 13 család, ezek a világ urai. Ők felosztották valamilyen szinten maguk közt a világot. Mi például a Rothschildokhoz tartozunk, oké, okay. Felosztották a világot, de amikor lesz a családnak egy olyan feje, tehát ezeknek a dinasztiáknak egy olyan feje, amely nem elégedett azzal a hatalommal, ami van, akkor többet akar, és akkor összezördül más családokkal, hogy onnan elvegye hatalmat, érted? És ebből lesznek a nagy háborúk. Most Ukrajnában a Rothschild család és a Romanov család háborúzik. Jó? Maradjunk ennyibe. Oké? Okay? Tehát a Rothschild család réges-rég meg akarta szerezni
Oroszországot, gyakorlatilag addig, ameddig, félig meddig, ameddig volt Szovjetunió, kezükben is volt. Oké, a Szovjetunió révén elérték azt, hogy kezükbe kerüljön Oroszország, és ugye még Sztálin idején ez visszakerült a Romanov családhoz. Oké? Tehát ez azt jelenti, hogy igazából most is arról szól a történet, hogy a Romanovok háborúznak gyakorlatilag a területére, a hatalomért, a Rothschildokkal. Oké? De nem a Romanovok támadták meg a Rothschildokat, hanem a Rothschildok támadták meg a Romanovokat. Maradjunk egyibe. Tehát ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag ők akartak tovább terjeszkedni. Tehát Ukrajna az Romanov érdekeltség volt. Világos ez? És elkezdték megszerezni Ukrajnát, érted? A Rothschildok. És ebből lett a háború. De ott csak, hogy tiszta és világos legyen. Jó, tehát de az összes háború gyakorlatilag az az ő következőnk, a világháborúk is erről szóltak. Jó? Tehát arról szóltak, hogy a családok volt, amelyik összeszövetkeztek egymással, a 13 családból. Egyik blokk, másik blokk, és háborúztak egymással. Jó? Hát nem tudom, tudjátok-e, hogy az első és a második világháború miről szólt? Tehát elsősorban az első világháború. Arról szólt az első világháború, de mindjárt mondom a másodikat is. Az első világháború arról szólt, hogy volt Európában három, négy, hogy is volt? Egy, kettő, három, négy hatalom volt. Négy. Az angol, ugye az a Windsor. Akkor a német, oké? Okay? Ugye ott a császár volt, Vilmos. Az osztrák, ugye ott Ferenc József volt. És volt az orosz, Miklós cár. Négy hatalom. És az angolok akarták elérni azt, hogy Európában egy hatalom legyen. Mit gondolsz, melyik? Az övéké. Oké? Okay? És elérték azt, hogy ezek a hatalmak háborúba kerüljenek egymással. Érted? Tehát nem az osztrákok robbantották ki a világháborút, hanem az angolok, mert az angolok csinálták az első hadüzenetet az osztrákokkal szemben. Oké? Okay? Tehát mindig az robbantja ki a háborút, aki hadat üzen a másiknak. És az első világháborúban ezt az angolok csinálták. Tehát az angolok akarták elérni, hogy megszűnjön az osztrák-magyar monarchia, megszűnjön, mint világhatalom, mert világhatalom volt, megszűnjön a német hatalom, és megszűnjön az orosz hatalom. És ezért összeugrasztották ugye a szláv népeket, a germán népekkel. És sajnos mi a germánok oldalán voltunk, ugye mint osztrák, ugye az osztrákok germánok. Mi a germánok mellett voltunk, és ezért belekeveredtünk is a világháborúban. Amitnek jó megszívtuk a hatását. Jó? Na most megnézitek, két hatalom meg is szűnt. Megszűnt a német, és megszűnt az osztrák, de a német az újraépült a két világháború között. És újból világhatalom lett. Oké? Okay? Miről szólt a második világháború? Arról szólt a második világháború. Megint csak, hogy az angolok egyedüli hatalomként legyenek Európában. Oké? Okay?
egyedüli hatalomként. Megint a második világháború. Kik robbantották ki? Azt tanultuk, hogy a németek. Nem. Az első hadüzenetet az angolok csinálták a németekkel szemben. Az első világháborúban az első hadüzenetet az angolok csinálták az osztrákokkal szemben. Erre bárki utána tud nézni, ez tény, ez így volt. Ez történelmi tény. Tehát a németek megtámadták a második világháborúban a lengyeleket, körülbelül azzal a céllal, hasonló célokkal támadták meg, mint ahogy a Habsburg Magyar Monarchia, vagy Osztrák Magyar Monarchia megtámadta Szerbiát. Oké? Egynél sem volt hadüzenet. Azért, hogy megtoroljon dolgokat. Mind a két hatalom azért első világháborúban, az Osztrák-Magyar Monarchia azért támadta meg a Szerbiát, hogy most mondtam, megtoroljon dolgokat, így van. A második világháborúban lengyeleket azért támadták meg a németek, hogy megtoroljanak dolgokat. Jó? Ennek utána tudtok nézni. Tehát nem azért támadták meg, hogy leigázzák őket. Egyébként tudhatjátok azt, hogy Németország és Oroszország megállapodott Lengyelország valamilyen szintű felosztásában a második világháború előtt. Ugye ezt is tudhatja mindenki. Na most, ugyanaz volt az angolok célja, hogy a németek megtámadják az oroszokat, és mind a két nagyhatalom elvérezze. Oké? És földarabolódjon. Németországnak sikerült megszüntetni, hogy nagyhatalmi státuszát ismét. Az oroszokat nem sikerült. Mert az oroszok túl nagy falatok ahhoz. Hát gondoljátok végig, olyan gigantikus területek vannak, hogy még mindig Oroszország a világ legnagyobb területtel rendelkező állama, amíg a Szovjetunió létezett, a föld, a teljes föld, teljes szárazföld egyharmada volt a Szovjetunió. A teljes szárazföld egyharmada a Szovjetunió volt. Most már nem, mert valami egyötöde, vagy nem is tudom, valami ilyesmi, csak Oroszország a teljes földnek, de hát az is brutál nagy, gondold végig. Szóval, akkor a területet nem lehet csak úgy elfoglalni. Ez nem lehet. És ugye most is mi a cél? Tehát két hatalom, ugye régen egy hatalom volt, az Anglia volt. Egy világhatalom volt. Egy. Anglia. Majd ugye lett az Amerikai Egyesült Államok, mint világhatalom. De miért? Mert az is angol száz. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy Angliának, az angol trónnak a leányvállalata Amerika. Oké. Okay. Tehát azt teljesen elfogadják, hogy van az angol hatalom, meg van az amerikai hatalom, mert az egy kutya. Oké. Okay. Na most, megint miről szól a történet? Hogy most már bejött egy újabb hatalom. Már nem csak Oroszország hatalom, mert Oroszország régóta a hatalom. Lett egy Kína. Oké? Okay. Kína nagyon régen világhatalom volt. Még az angolok előtt. De! Hát gondoljuk végig, hogy mit csinálnak most, mit akarnak elérni az amerikaiak, meg az angolok együtt. Tehát nézd meg, az amerikaiak és az angolok mindig ugyanazt akarják. Ez szerinted véletlen? Ugyanazt akarták az első világháborúban, ugyanazt akarták a második világháborúban, bármilyen háború van.
Az amerikaiak vagy az angolok mindig egymás oldalán vannak. Mindig. Soha nem voltak egymással szemben. Nem tudsz olyan háborút mondani sehol a világban, ahol az angolok és az amerikaiak egymással szemben lettek volna. Mert nem volt ilyen. Nincs ilyen. Oké? Okay. Jaj, hagyjad ma, polgárháború, az is csak egy izé volt. Egy színdarab volt az egész, így van, pontosan. Jó, tehát gyakorlatilag amióta ugye ez van, ez a két állam, azóta ők nem egymással szemben vannak, hanem mindig egymás mellett. Egymással kézen fogva, de minden háborúba, bármilyen háborúba bekerültek, az angolok, akkor az amerikaiak támogatták. Ha az amerikaiak, akkor az angolok támogatták. Tehát ez látni, hogy nagyon nagy az összefonódás a két ország között. Tehát brutál nagy. Na most ez a két ország mire törekszik? Hát megint ugye az egyik nagyhatalmat, vagy mind a két nagyhatalmat megszüntetni. Tehát ugye az azt jelenti, hogy most látszólag az van, hogy van az angol nagyhatalom, meg van az amerikai nagyhatalom. De látszólag az amerikai a vezető nagyhatalom. Ez se igaz. Tehát ha megnézed, a brit korona alatt több ember van, több ember él, mint Amerikai Egyesült Államokban. Érted? Összességében. Mert a brit korona, mit tudom én, hány országra terjed ki. Ausztráliától, Kanadán keresztül, India, stb. Stb. Hát persze, hát sokkal nagyobb gyakorlatilag az angol érdekkör, mint az amerikai érdek. Tehát nagyobb. Hát amelyik a brit korona alatt van, akkor az oda tartozik, nem? India meg a világ legnépesebb állama, most már nem Kína. Szóval, tehát gondoljátok végig, most mi a törekvés? Az a törekvés, hogy ezt a két nagyot, mint ami első világháborúból volt, második világháborúban volt, hogy a nagyokat összeugrasszák. Kik a nagyok? Hát az oroszok meg a kínaiak. De ez nem jön össze nekik, mert éppen kezdenek egyre nagyobb szövetségbe lenni, érted? Tehát ez pont kezd visszájára sülni, hogy próbálják összeugrasztani őket, de valahogy nem jön össze. Volt időszak, amikor sikerült összeugrasztani az oroszokat Kínával. Volt, itt az elmúlt 100 évben voltak ilyen időszakok, de most nem ez a törekvés. És ezt most azért mondom ezeket a dolgokat, hogy tisztálásd a világunkat. Egyik részről, hogy mi a törekvés, hogy csökkentsék a lélekszámot, és ebbe belefér mindenféle háború, csak világháború ne legyen, mert a világháborúban ők is elpusztulnak. Tehát, de a háborúk azok jók, mert pusztul a nép, érted? Legalábbis ők így gondolják. Hát most gondold végig, Oroszországban, meg Ukrajnában most gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy már szinte több százezer ember meghalt összességében. Érted? Amúgy is meghaltak volna valamikor, csak nem most. És kik halnak meg? Hát olyan emberek, akik a gyerekeket csinálták volna, érted? Hát olyanok, ki fog gyereket gyártani. Ami azt jelenti, hogy ez egy hullámvölgyet fog előidézni, mert nem lesz, aki gyereket csináljon. Érted? A következő időszakban. Ezeken a helyeken. Jó, az oroszok vannak elege, de Ukrajnában nem véletlenül mondták, hogy annyian vannak, mint az oroszok, legalábbis az én időmben ez, ugye, ez egy szólás volt, hogy na, ezek annyian vannak, mint az oroszok. Mármint olyan sokan. Jó, tehát az oroszok ugye nem fogynak el, de hát Ukrajnában most gyakorlatilag egy nemzedék az eltűnik, érted? Pont az, amelyik a gyerekeket csinálna. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy átlásd azt, hogy mi folyik ebben a világban, érted? Ezt meg lehet beszélni egy közösségben. De gondold végig,
azok az emberek, akik nincsenek benne a közösségünkben, mindenféle információt hallanak, meg az ellenkezőjét is. Azoknak az információknak is nem tudják, hogy mi az igaz. Oké? Okay? Tehát ez, például ez is tény, hogyha az emberek kapnak valamilyen értelmes információt a médián keresztül, akkor előállítják annak a cáfolatát. Jó? És profibban, sokkal profibban előállítják, tehát onnan tudod, hogy az előállított, mert nagyon profi elő van állítva, érted? Hogy direkt azért csinálják, hogy cáfolják azokat az igazságokat, amiket, amikre egyes emberek törekednek ezen a bolygón. Jó, és ezáltal, ha valaki csak médiát néz, vagy hallgat, soha nem fogja megtudni az igazságot, mert az igazságnak mindig vannak fönn a médiában cáfolatai. Jó? És az is elképzelhető, hogy több a cáfolat, mint az igazság. Vagy sokszor több a cáfolat, mint az igazság. Jó? Tehát, na most, miért mondom ezeket? Azért, mert ha jó emberek ezen a bolygón nem tesznek semmit, ha jó emberek nem tesznek semmit, akkor ez hova jut ez az egész világ? Tehát ott kezdődik a dolog, hogy mi lesz veled. Ha te most biztonságban érzed magad, az tök jó. Csak az a baj, hogy a jövőben nem fogod. És az nem távoli jövő. Tehát én arról, hogy milyen lesz a jövő, a 90-es évek második felétől beszélek. És amiket a 90-es évek második felében mondtam, azok most már vannak. Érted? Tehát az mind beigazolódott. Éppen Irmuskával beszéltem a múltkor, ugye ő itt tanul velem, van, azt mondja, 95 óta, akkor számoljátok ki, 29 éve. És éppen mondta minap, mikor beszéltünk, hogy hát az a világ most úgy van, ahogy mondtad a 90-es években. Hát mondom, tudom, hogy úgy van. És az a helyzet, hogy a rossz exponenciálisan gyorsul. Tehát egyre romlik a dolog, tehát át kell látni, hogy milyen törekvések vannak. Olyan törekvések, hogy például meg akarnák majd szüntetni a pénzt. Na, ez lenne a egyik nagy katasztrófa, mert onnantól kezdve virtuális pénz lenne, mint ezek a coinok, tudod. Azok is virtuális pénz. Tehát coinok, ami azt jelenti, hogy a pénzek értékével úgy játszanának, ahogy akarnak. Ez az egy, kettő. Úgyhogy neked gyakorlatilag bárhol elvileg van pénzed, tehát magadnak akkor nem lehet pénzed nyilván, mert ha megszüntetik a pénzt, akkor úgyis, és virtuális pénz lesz helyette, akkor neked nem lesz pénzed. Az azt jelenti, hogy ha pénzed lesz, akkor az valahol virtuálisan mondjuk valamilyen intézményben, mondjuk bankban lesz elhelyezve. Amire azt lehet mondani, hogy egyik pillanatról a másikra lehet törölni. Jó? Tehát ha úgy látják jónak, akkor törlik. Jó? Tehát ezt a világban egyébként számos országban megcsinálták már. Nem is olyan régen is voltak ilyenek. De Európában is, tudom, Ciprus, stb. Szóval, lényeg, hogy próbálnak mindent elhitetni az embereknek kell, hogy az milyen jó, hogy nem kell hordanod magadnál készpénzt, nem kell készpénzbe fizetni. Milyen jó. De minél jobban elhitetik veled, hogy ez jó, és minél jobban te ezt csinálod, annál jobban hozzájárulsz ahhoz, hogy minél hamarabb bevezethessék azt, hogy ne legyen készpénz. Érted? Akkor, ha
ugye szépen fokozatosan megcsinálják, ugye itt ez a Covid nagyon nagy segítség volt, hogy megcsinálhassák, és ez fölgyorsuljon ez a folyamat, azt, hogy na, mit akartam ezzel kapcsolatban mondani? Tehát, na mindegy, majd mindjárt eszembe jutott, mit akartam mondani. Szóval a lényeg az, hogy lépésről lépésre haladnak abban, hogy elérjék azt, hogy az emberek azok, ja igen, eszembe jutott, teljes kiszolgáltatottságba kerüljenek. Tehát azáltal, hogy az embereknek nem lesz munkájuk, nagy kegyesen felajánlják majd a segélyt. Amit nem segélynek fognak hívni, hanem alapjövedelem. Érted? Alapjövedelem. Az alapjövedelem tervezete és kipróbálása folyik. Tehát a tervezés az már régen megtörtént, azon túl vannak, de a kipróbálása folyik. Vannak egyes országok, ahol elkezdték ezt kipróbálni, ezt az alapjövedelmet, például már régóta van egyes arab országokban alapjövedelem, de már állítólag Európában is van olyan ország, ahol be akarják, vagy talán már be is vezették, és ugye ahhoz az kell, hogy először is átállítsák az embereket arra, hogy lehetőleg ne fizessenek készpénzt, de nem is ez az első dolog, hanem az alapjövedelem annak a függvénye, hogy ha sok a munkanélküli, tehát azt el kell érni, hogy sok munkanélküli legyen, ha sok a munkanélküli, akkor meg tudják azt csinálni, hogy a munkanélkülieknek felajánlják, hogy kapnak alapjövedelmet, de ezért cserébe az ingatlanukat odaadják. Jó, de ezt úgy tudják megcsinálni, hogy kétféle típusnál tudják ezt megcsinálni, a munkanélkülieknél, és akik hitelt fizetnek. Tehát hitelt fizetnek. Azoknál tudják megcsinálni. Tehát felajánlják, hogy eltörlik a hitelt, hogyha az ingatlanodat beszolgáltatod. De az azt jelenti, hogy gyakorlatilag akkor majd béreled az ingatlanod. Jó? Na most, ugye ez milyen problémát hoz ez a dolog? Azt a problémát hozza, hogy gondold végig, amiről az elején beszéltem, ha az emberre nincs szükség, akkor földobja a talpát. Tehát az emberek alapjövedelemből fognak élni, ez olyan lesz, mint a nyugdíj, meg fognak halni. Jó? Sok nő is meg fog halni természetesen. Miért? Hát mert ugyanúgy nem lesz rájuk szükség. Miért nem lesz a nőkre szükség? Hát mert még nem lesznek abba a korba, hogy szükség legyen rájuk. Érted? Tehát nem lesznek abba a korba. Mert mit jelent az, hogy abba a korba? Tehát gondold végig, mondjuk van valakinek kisgyereke, és a szülő még viszonylag fiatal, és neki is ugye tevékenykednie kell, akkor nem tud az unokára vigyázni. Érted? De úgy, mint régen. Hogy például, sorolom, én akkor születtem, amikor a nagymamám nyugdíjba ment. A fiam, az idősebbik fiam, akkor született, amikor a két nagyanyja nyugdíjba ment. Mind a kettő. Érted? Mind a kettő nagyanyja. Na most, tehát az azt jelenti, hogy mondjuk, hogyha segélyen van egy anya, mert nincs munkája, akkor nem a nagymamára fogja bízni, hogy vigyázzon a gyerekére, és a nagymama nem fogja azt gondolni, hogy rá szükség van. Érted? Mert örül, hogyha be tudja tölteni az anyasságot a segélyből. Tehát azt nézzétek, hogy nem fognak tudni visszamenni dolgozni a segélyből, a szülési segélyből a nők.
de nem lesz hova. Tehát mondok példát, jó? A menyem az úgy ment el szülni, nemrég, ugye 10 hónappal ezelőtt, de előtte már ugye végig a terhesség alatt betegállományban volt, ami azt jelenti, hogy lassan 2 éve nem dolgozik ott. Akkor voltak 40-en a munkahelyen, most 5-en. 2 év alatt. Oké? Hova vennék vissza? Tehát 2 év alatt a 40 fős munkahely jól menő, egyedülálló tevékenységet folytató munkahely, csak úgy mondanám, ből 40 emberből vannak, tehát gyakorlatilag az összes boltot már bezárták, már egy helyen szuperálnak. Egy helyen. Jó? Na, tehát a folyamatot mondom, csak hogy átlásd, hogy milyen világba megyünk befele, azért, mert el tudják hitetni az emberekkel, hogy hát sajnos ez a világ, nem tehetünk sem, nem tehetnek ők semmiről, mert hát a Covid tehet mindenről, meg mit tudom én, mindig valaki más tehet valamiről, ők semmiről nem tehetnek, érted? Az emberek ezt elhiszik, és beletörődnek szépen a dolgokba. A beletörődés az egy igen alacsony hangulati szint egyébként. Tehát szépen beletörődnek mindenbe, és a beletörődéstől már csak egy kis ugrás van lefele a halál felé. Érted? Nem kell nagyot ugrani. És akkor szépen el fogják azt érni, hogy óriási tömegekben látszólag természetes halálban meghalnak az emberek. És ugye erre mi a legjobb megoldás mindig? Hát 2 betegség. Az egyik a szív- és érrendszeri megbetegedés, a másik meg a rák. Nem? És persze mások még tudom, baleseti halálban is meghalhatnak, de hát az közel nem annyi, mint aki betegségben meghal. Csak azért, hogy átlásd, hogy te egyedül vagy, azt gondolod, hogy egyedül majd megoldod az életedet, óriási tévedésben vagy. Tehát szeretném azt mondani még egyszer, most már így nyíltan is mondom, jó? Hogy mi hunok vagyunk. Tehát hunok. A hunoknak az a világ küldetése 6000 éve, 6000 éve, hogy egy magasabb rendű tudást juttassanak el az emberiség számára. Oké, ezt nem gyakoroltuk jó ideje, 1000 éve, hát ezért szívunk is, mint a boci. Oké? A Földön körülbelül 300 millió hun van. Akiknek van közük közvetlen leszármazás révén a hunokhoz, de mi vagyunk a hunok legközelebbi közvetlen hozzátartozói, leszármazottai. Oké? Okay? Tehát a hunokhoz mi vagyunk a legközelebbi rokonok. Jó? De közvetlen hozzátartozó. Tehát nem olyan, hogy mit tudom én, a feleségednek mit tudom én, a testvérének a gyereke, mert ahhoz neked semmi között, tudod, tehát itt nem, hanem vér szerinti leszármazottak vagyunk a hunoknak. Jó? Kínaiak is rokonok, csak nem vér szerintiek. Ezáltal nem számítanak bele a 300 millióba. Tehát az azt jelenti, hogy a 300 millió az vér szerinti leszármazott a hunoknak. Jó, de mi vagyunk a legközelebbi leszármazottai a hunoknak. Jó? Ez azt jelenti, hogy a nyelvünk is ezáltal torzult a legkevesebbet az évezredek során. A hun, eredeti hun nyelvhez képest. Tehát a hunok csinálták régen, hogy magasabb rendű tudást vigyenek el az emberiség számára. Ezt egy ideje nem gyakorolják, egyébként a mongolok is hunok, csak úgy mondanám. Jó? Tehát amikor a tatárok ide jöttek, akkor ők gyakorlatilag szövetséget akartak, csak ez nem jött össze, mert megölték a tatár követeket. Nem a magyarok ölték meg, hanem valaki mások. Az nem derült ki, hogy kik ölték meg, mindegy, de megölték. Jó, tehát lényeg az, hogy tehát mi hunok vagyunk, és a hunoknak van ez a küldetése.
Na most van egy másik küldetés. A másik küldetés pedig az, hogy ez az emberiség visszakerüljön oda, ahonnan jött. Nyilván itt nem az emberiségről szól a történet, hanem az egyénekről szól a történet. Tehát, hogy az egyének visszajussanak oda, ahonnan jöttek, honnan jöttünk, nem kell hinni, te hiheted mag, nyugodtan, hogy te a majomtól származol, meg én abban teljes egészében beleegyezek. Én meg tudom, hogy én nem a majomtól származom, jó? Hanem én a fenti létformából jöttem ide. Jó? De te nyugodtan hidd azt, megengedem neked, örülök is neked, hogy azt hiszed, hogy te a majomtól származol, jó? Így van. Jó? Na most, és mindenkinek megengedem nyugodtan, hogy hiheti az egyik társaság azt, hogy a majomtól származik, a másik meg hiheti, hogy a fenti létformától, jó? Tehát én a fenti létformában hiszek, nem csak hiszem, hanem tudom, te meg tudd azt nyugodtan, hogy a majomtól, jó? Meg is érdemled, ha azt hiszem. Jó, tehát lényeg az, hogy gondold végig, miért jártál iskolába? Mert beírattak. Okay. De azon kívül. Hát, hogy megtanul bizonyos dolgokat, nem? Tehát muszáj volt, nem? Na hát, óvodába is járt, nem mindenki, de óvodába is járt a többség. Például én is jártam óvodába. De iskolába mindnyájan jártunk. De ismerek olyanokat, akik nem jártak, azt most felnőttként járják az iskolát. Érted? De mindegy. Nem is ez a lényeg. Tehát egyszerűen mondhatjuk azt, hogy muszáj volt, nem? Na, akkor nézzük ugyanebből a szempontból a Földet. Lejöttél, mert muszáj volt. Nem biztos, de mégis gondoljuk ugyanez. Muszáj. Na most, de te már nem vagy általános iskolás, nem? Ki az, aki még nem járta ki az általános iskolát? Mindenki kijárta? Oké. Okay. Tehát az emberiséget is ki kellene járni. Érted? Ugyanúgy, mint ahogy kijártuk a 8 általános. Valaki nem 8 év alatt járta ki, hanem 9-10 év alatt, olyat is ismerhetünk esetleg. De nem valószínű, hogy valaki, mint tudom, 50-60 évesként is még járja azt a 8 általánost, amit nem járt ki még akkor annak idején. Jó? Tehát ilyen nem valószínű. Na most, de mégis itt emberként meg ezt csináljuk. Tehát valahogy újra járjuk ugyanazokat. Ilyen mókuskerék. Tehát elköveted minden életedben ugyanazokat a hibákat, mert a kutya sem mondta azt neked, hogy ne kövesd el. Érted? Kutya sem mondta azt neked, hogy mondjuk tedd le azt, hogy karma. Mert amit az előző életedben nem csináltál meg, nem végeztél el, nem fejeztél be, azt most megkaptad ugyanebbe az életedbe, de sok ember ugyanazt csinálja, nem fejezi be, nem csinálja be, nem csinálja meg, nem javítja ki, és akkor viszi tovább a következő életébe, ráadásul még tovább adja a gyerekeinek is. Jó, az egy dolog. De ez miért jó? Tehát meddig akarsz itt ebben a úgymond reinkarnációs folyamatban benne lenni? Csak ebben van egy gáz, hogy ez olyan, mint Józsefváros volt. Ugye Józsefváros a 8. kerület. Amikor én éltem a 8. kerületben, akkor egy háztömbbe, ahol volt körülbelül 50 család, abból egy volt roma. Egy. A 8. kerületben. Ez mikor volt? 68-ban jöttünk onnan el. Jó, tehát egy. Utána volt egy időszak, amikor a lakosság legalább fele volt roma a 8. kerületben. Majd, mit tudom én, van a Baross utca mellett az a lakótelep. Azt direkt lebontották azért, hogy onnan el lehessen költöztetni a romákat. Tényleg. És felhúztak helyette ilyen 10 emeletes panelházakat. Én még ott dolgoztam azokon a házakon, hát az túlzás, hogy dolgoztam, mert ott volt középiskolában, építőtáborban, ott voltunk, az ott az építőtábor.
Igen, dolgozni nem dolgoztunk, csak akarták volna, hogy dolgozzunk. Szóval szalonnát sütöttünk a szobába, azt tudom. Az megmaradt. Én, mikor építették a házat, ott sütöttünk a szalonnát. Benne a szobában, ilyen tábortűzt csináltunk. Ki is akadtak, mikor meglátták. Nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy gondold végig, annak idején Józsefváros az a város széle volt. Oké? Okay? Nem 68-ban, még Budapest kialakulásakor. Tehát volt egy belváros, Józsefváros nem véletlenül van ott temető. Tehát a temetőket soha nem a város központba rakták, hanem a város szélére. Oké? Okay? Ott a Fiumei úton van egy bazi nagy temető. Oké? Okay. Na most, ami azt jelenti, hogy az a totál város széle volt. Oké? Okay. De kiépült a város, és a Józsefváros az már a belváros része. Na most, évmilliárdokkal ezelőtt, sok-sok évmilliárd ezelőtt, mikor a Földet létrehozták, az olyan volt, mint Józsefváros. Az az univerzum széle volt. A Föld volt az univerzum széle. A központtól az univerzum széle. Érted? De azóta az évmilliárdok során, a sok évmilliárd során az univerzum kiépült. Újabb és újabb bolygókat, napokat és naprendszereket hoztak létre a naprendszerünkön túl. És ahogy csinálták azt például, Józsefvárosból fogták, és akiket sikerült, kiköltöztettek város szélére. Szó szerint. Amikor én jártam általános iskolába a 15. kerületben, az egész osztályban egy roma lány volt. Egy. Most megnéznénk a 15. kerületben az iskolába, az osztályokba hány százalék a roma gyerekeknek, lehet, hogy azt mondanánk, hogy nem egy gyerek, voltunk vagy 30-an, és abból egy gyerek az számolt ki hány százalék. Most 30-40 akárhány százalék a roma. Ami azt jelenti, hogy kiköltöztették a város szélére őket. Érted? Tehát miért költöztették? Mert a belvárosban nem kívánatos személyek. Na ugyanúgy a Föld nem kívánatos ebben a fajta hozzáállásban, ami az ember hozzáállása, az nem kívánatos a Föld központja számára. Érted? Ahonnan mi jöttünk. Tehát mi, ahonnan jöttünk, az sokkal közelebb volt az univerzumunk központjához. Érted? Sokkal közelebb volt. Kiköltöztünk ide, miért? Hogy tanuljunk, érted? De nem tanulunk, már hülyék maradtunk, mint a segg. Szóval még inkább visszafejlődünk. Most gondold végig. Na most ehhez képest vissza kellene kerülnünk. Jó, te ragaszkodsz ez az emberi létformához. Semmi gond, csak ne ragaszkodj a Földhöz, mert ahhoz nem ragaszkodhatsz. Miért? Mert ahogy lebontották a Józsefváros jó részét, érted? Ha nem akarunk mi innen visszamenni a helyünkre, okos lényként, eszes lényként, akkor ezt lebontják. Mert ennek nem az a dolga. Oké? Okay? Tehát eddig ez egy általános iskola volt a Föld. Most be kellene lépni a középiskolás időszakba. Érted? Az az aranykor. És egyetem nincs, az nem kell, ne aggódj. Jó, tehát, de mert középiskola után már lehet tovább menni dolgozni, érted? Mindenhol, mert mindig is így volt. Tehát itt is úgy van, hogy ez a középiskolás szerep. És az iskolát az aljának, az alja népnek kirakták az univerzum szélére. Jó, és akkor lehet oda majd inkarnálódni. Milyen körülmények közé? Hát nyilván, hogy indult a Föld? Kőkorszaki körülmények. Jó, mehetsz kőkorszaki körülmények közé inkarnálódni. Utcu neki.
Jó, nem tanulsz, nem akarsz fejlődni, semmi gond. Lehet oda kiinkarnálódni, mit tudom én, hány fényévre kifelé az univerzumba. Sok fényévre természetesen. Na, évmilliárdok során mit gondoltok, mi a legfőbb dolguk a fenti lényeknek, a teremtés? Nem a szórakozás, nem a nyaralás, nem a pénzköltés a legfőbb dolguk. Oké? Én azt tudom, hogy te itt a emberként, beleértve én is, az elmúlt évtizedekben megtanultam, hogy pénzt költsön az ember, hogy mire az mindenkinek a saját személyes szociális dolga. Érted? Mi is rengeteg pénzt elköltöttünk már életünkbe, rengeteget. Kiszámoltam egyszer, hogy mennyit vesztettünk, csak azt, hogy vesztettünk, az több mint 200 millió forint volt, amit vesztettünk életünk során. Érted? Nem mennyit költöttünk, ebben is benne a költés. De hála Istennek megtehettük ezt, hogy elveszítsük a 200 milliót, sok ember ezt nem teheti meg. Érted? De hála Istennek mi megtehettük. És nem családi örökségből veszítettünk, hanem az általam megkeresett pénzből veszítettük el. Jó, maradjunk ennyibe. No, de nem is az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy tessenek elgondolkodni. Tehát most egy olyan világ van, ha nem fogod és eszesedsz, akkor veled azt fogják csinálni, hogy minél hamarabb fődobd a talpadat. Ezt fogják csinálni. Jó? Ha eszesedsz, akkor van nekünk egy olyan lehetőségünk, mint hunok és magyarok itt a Kárpát-medencébe. Minden jóslat azt mondja, hogy ez idő tájt a Kárpát-medencéből indul el a magasabb rendű tudás a világ számára. Oké? Okay? Minden jóslat ezt mondja, ami jövőt jósolt a múltban. Ez idő tájt. Itt vagyunk a Kárpát-medencében, nekünk ki kellene képezni 6,4 milliárd embert. Érted? És ehhez körülbelül 300-320 millió emberre van szükség, aki ezt meg tudja csinálni. De itt a Kárpát-medencében nem 320 millió vagyunk, csak nem egész 10 millióan. Illetve a Kárpát-medencében többen vagyunk, mert ott vagyunk, vagy 30 millióan, úgy összességében. De megnézzük, 30 millió sem 300. És akik tanulnak és fejlődnek, azok tömegesen most visszakerülhetnek majd a jövőben, ezen fejlődés útján mindjárt mutatom. Itt van. Itt van. Na, hova ment? Itt van. Ezen fejlődés útján visszakerülhetnek oda, honnan jöttek. Melyik attól függ, hogy milyen naprendszerből jöttél. Oda visszakerülhetsz. És arra a bolygóra visszakerülhetsz, ahonnan jöttél. Ezt nem kell elhinni. Nyugodtan, hiheted az, hogy te majomtól származol. Semmi gondom nincs ebben. Csak akkor te nagy majom vagy. Maradjunk ennyibe. Jó? Mert aki a majomtól származik, az majom, nem? Hát ez ennyi, az egy nagy majom. De így van. És akkor tudjátok, Erzik, hogy ilyeneket beszélnek, nem is szeretik az egyesek, mert talál, tudod, azok, akik mindenfélét mondanak tücsköd, bogarat rám, azok talált. Például egy majom, talált, hogy ő majom, talált. Neki nem tetszik, hogy ő majom, mert talált, érted? Hát akinek nem inge, nem veszi magára, aki meg inge, meg ötözködik, tudod. Na hát ők ötözködnek, és azért haragszanak rám. Ezáltal ugye próbálnak ellenem szólni időnként. De hát kik, akik már betalált bármi, amiről beszélek, érted? Például beszélek arról valakinek itt az élőben, hogy lusta dög vagy, és akkor magára veszi, érted? Hát ha magára vette, akkor lusta dög, hát könyörgöm. Érted? Aki dolgosnak érzi magát, az nem fogja magára venni azt, hogy ő egy lusta dög. És akkor nem tetszik, hogy én beszélek arról, hogy ő egy lusta dög. Mert ha az, hát ha nem vennéd magadra, vagy ha nem találna, nem érintene téged, akkor nem vennéd magadra, érted? Tehát mindenki, aki ellenem bármit is szól,
Azért szól, mert talált olyan dolgot, ami nála talált, érted? Ami rá vonatkozik, és ami ezáltal neki nem tetszik. Tehát ez olyan, mint hogyha valaki, mit tudom, összeveszel valakivel, akkor azért tudsz vele összeveszni, mert az, amit mondott, az nála talál. Ennyi, ha nem találnak, akkor leperelegne rólad. Kit érdekel, hogy mit mond? Na most, ha mit tudom én, valaki azt mondja rád, hogy hülye, és akkor ezen bepöccelsz, akkor te hülye vagy. Ennyi, mert ha nem lennél hülye, akkor nem vennéd magadra, nem tudom, világos-e. Akkor azt mondanád, hát kit érdekel, hogy mit mond ez az illető, tudom, hogy nem az vagyok, hülye, aki mondja, nem? Mondanád magadba. Hát ennyi. Persze, mert be sem megy, mert nem érint téged, mert nem veszed magadra. Hát az érint téged, amit magadra veszel. És azok az emberek, akik fejlődni nem akarnak, és hallanak valamit magukról, és betalál nekik, akkor természetes, hogy támadják azt, akiktől hallották. Hát hogy ne lenne természetes, érted? Csak el kéne rajta gondolkodni, hogyha idegesít bármi, amit mondok, akkor azt talált. Oké? Ez hódbiztos. És akkor az bizony rád érvényes. Ha tetszik neked, ha nem, akkor is. Így működünk emberként. Jó? Na, mennyi az idő? Hújúj! Visszaadom a szót mindjárt. Jó? No, hát ha bármi olyan dolog van, ami még hiányos számodra, akkor arról majd fognak beszélni úgyis a házigazdáink. Szeretlek benneteket, sziasztok! Hú, ez aztán egy érdekfeszítő előadás volt ismét, így bemutatónak. Szeretnék megköszönni ezt a rendkívül érdekes előadást. Életem egyik legjobb döntése volt, hogy csatlakoztam a PPH-hoz. Most már így tudom 10 év után, mert amikor ide kerültem, akkor nem tudtam. Csak kerestem valami olyan lehetőséget, amiben kapaszkodhatok ebbe a egyre rosszabbnak tűnő világban. És hát én ezt megtaláltam a PPH-ban, Szedlacsik Miklós oldalán. Ha esetleg te most néztél, illetve hallgattál első rész, hogy már a YouTube-on nézted, hallgattad, akkor épp egy olyan lehetőséget odázol el, hogy még nem vagy tanuló, akkor egy olyan lehetőséget odázol el, ami igenis megváltoztathatná az életedet, a felfogásodat, dolgok, megoldások irányába. Szóval én azt mondom neked, hogy ne nagyon gondolkozzál ezen, mert a mi életünket bizony ez változtatta meg nagyon jó irányba. Párkapcsolatban is, anyagilag is, a világ dolgainak intézésével kapcsolatban és mindennel kapcsolatban. Igen, ez így van. Én is el tudom mondani, hogy ez életem legjobb döntése volt. De ahogy Pára mondta, hogy már 10 éve itt tanulunk, és előtte nagyon sok képzésen vettünk részt, és én is mindig kerestem a képzésekre igazából. Azért is mentem ezekre a képzésekre, mert voltak problémáim, meg mint ahogy a mester is beszélt itt a előadás közben, hogy kerestem a boldogságot. Tehát éreztem azt, hogy nem hiszem, azt, hogy nem azért születtünk le ide erre a földre, hogy más mondja meg nekünk azt, hogy mi a boldogság, vagy hogy más kezébe legyen az életünk, hanem mindig kerestem azt, hogy tudok valóban egy szabad ember lenni. Tehát a szabad ember alatt én azt értem, hogy boldogság, és nem az, hogy teljes mértékben vagy anyagi szabadság. És miután csatlakoztunk, a Szedlacsik Miklós tanításai által kaptuk meg azt a tudást, azokat a módszereket, amiket valóban be tudunk építeni a hétköznapjainkba, és ezáltal tudjuk most már azt elmondani valóban, hogy egyre boldogabb életet tudunk élni. És azért is tudunk egyre boldogabb életet élni, mert Szedlacsik Miklós egy olyan rendszert rakott össze itt az iskolában, hogy nem csak tanulhatunk és fejlődhetünk, hanem emellett akár egy szakmát is tudunk tanulni. És ez a szakma biztosítja nekünk az anyagi függetlenséget is. Tehát
Azért is vagyunk mi egyedülállóak, amikor szokott erről beszélni a mesterünk, hogy egyedülállóak vagyunk a világon. És először ez nekem is furcsa volt, de azért volt furcsa, mert igazából nem láttam át ezt a rendszert, hogy valóban itt hogy és mind működik. És valóban itt ez a rendszer úgy működik, hogy a munkád egyben az életed tud lenni. És azért is fantasztikus, hogy a mi közösségünknek van egy olyan célja, ami egész életünkben szükség lesz. Tehát annál nagyobb dolog nincsen, mint hogy egy olyan célunk van, ami az emberiséget fogja megmenteni. És ezt a dolgot az égiek támogatják. Ezt mi nagyon jól érezzük, és én azt gondolom, hogy ezt mindenki nagyon jól látja, hogy ez a világ milyen irányba halad, és ezt a világot senki más nem fogja tudni jobbá tenni, csak mi emberek. És mint ahogy mondtam, ez a közösség azért is van, hogy elhozzuk a szeretett korszakot, az arany korszakot, és ezt ehhez valóban olyan emberré kell fejlődnünk, ahol szeretet van, együttműködés van, ahol tényleg az emberek boldogok tudnak lenni, és ebben a közösségben pont ez van meg. És nekem ezért is volt nagyon szimpatikus, hogy végre megtaláltam azt a mestert, aki nekünk ezt át tudja adni, és ezt így szépen mi is tovább tudjuk adni, ezt a lehetőséget. Ez a lehetőség ez úgy működik egyébként, hogy bármikor tudsz csatlakozni ebben az iskolában, úgyis körforgásban vannak a képzések. Van 26 nagy témakör, ami azok a témakörök, ez mind arról szól, ami az ember és az élet működése. Ami az ember és az élet működésével kapcsolatos. Tehát az ember és az élet működésével kapcsolatos. Ez legyen, itt most nem volt kivetítve, de én gyorsan elmondom, van 10 nagy életterület. Ezekben benne van ilyen például, hogy önmagad. Például, hogy beszéltem a mesterünk a biztonságról is. És nagyon jó azt is elmondani már nekünk, hogy biztonságban érzem magam, és azért érzem magam biztonságban, mert egyik az, hogy itt megértettem, mi az, hogy elme, megértettem, hogy hogy működik a lelkünk, tehát itt ez a lelki biztonság, itt valóban el tudjuk azt érni. A másik pedig azt a biztonságot, hogy egy olyan célunk van, ami ez életünk végéig működni fog, és mi nem leszünk munkanélküliek, hajléktalanok, nekünk mindig lesz célunk, mindig lesz miért tennünk, mert hisz a közösségnek az a célja. Akkor itt van benne például a párommal való bánásmód, az emberekkel, a munkáddal, a szüleiddel, a gyerekeddel, tehát anyaként a gyermekünknek olyan példát tudunk mutatni, amiben ő is a jövőben sokkal jobban fog tudni majd boldogulni. Tehát 10 olyan nagy életterület van, amit nem lehet kihagyni ahhoz, hogy egy boldog életet éljünk. És hát mennyibe kerül ez a boldog élethez való közelebb kerülés? Elenyésző ára van igazából. Első hónapban 19.700 forint, második hónaptól 12.500 forint, ennyi a tandíj. Ennyiért tudsz tanulni a mestertől minden szerdán és minden vasárnap. Ugye vannak az első részek, amit most hallottál. Egy picit bele lehet tekinteni, azt mondom, abban, ami itt van. A második részben már megoldásokat is ad a mester. Én a magam részéről tudom, hogy a 4 hónap után kezdtem rájönni arra, hogy mit is nyertem én avval, hogy idejöttem tanulni. Tehát nekem nem mondja senki azt, hogy megnézett mondjuk 10-20-30-50 első részt a Szedlacsik Miklóstól, és tudja, hogy itt mi van, mert nem tudja. Ez csak azt tudja, aki idejön tanulni, és beláll az egészbe, és rendszeresen nézi, hallgatja a második részeket, és tanulja, és jegyzetel, majd utána körülbelül sejteni fogja, hogy mekkora lehetőség előtt áll, az első részekből nem.
Ez így van, és tényleg valóban az, hogy rendszeresség van, tehát itt minden szerdán, vasárnap, és ezáltal tudunk nagyon gyorsan fejlődni is, igazából, mert ez mindig, tehát ebben mindig foglalkozunk. És számomra egyszerűen csodálatos tényleg ebben a világban, amikor egy olyan közösségben vagyunk, ahol tényleg a szeretet van, ahol tényleg olyan tudás van, ezt is említette a mester, hogy olyan dolgokról beszélgetünk, aminek van célja, tehát értelme van, így van, igen. És ez nagyon jó, higgyétek el, a mai világban nagyon fontos tényleg az, hogy az embernek legyen egy olyan közösség, ahol jól érzi magát, ahol mindent megkapunk, és nagyon-nagyon fontos számomra még egyébként, tényleg Szedlacsik Miklós egy hatalmas tudással rendelkezik. És nem csak az ember és élet működésével kapcsolatban, hanem tényleg az, hogy a világban miért történnek a dolgok, mi miért van, és ezáltal is tudunk úgymond biztonságú lenni, mert nekünk mi mindig jóval előrébb járunk, mert a mesterünk átadja nekünk ezeket a dolgokat, és beszél róla. Lehet, hogy az első részekben is nagyon sok információt ad, sőt, ad is. De higgyétek el, hogy ez nagyon kevés ahhoz, hogy egy boldog életet el tudj érni. És én mindenkinek azt üzenem, hogy ne várjál, ha már többször hallgattál első részeket, vagy most rakódott eléd, ne várjál, mert az idő eltelik, és az életed, higgyétek el, hogy nem lesz jobb. Mert benne vagyunk abba, főleg aki alkalmazotti létben van, a mókuskerékben, és egyszerűen nem tudsz kimászni belőle, ha nincs meg a megfelelő tudásod. Ahol sincs gond, hogy te most dolgozol, mert mindenkinek meg kell teremteni a szükségleteihez való pénzt, mert ugyanis mai világban, tehát a pénz nélkül egyelőre nem tudsz létezni. Semmi gond, hogy van egy állásod. De kezdj el építeni egy lábat, mert mint ahogy a mesterünk beszélt róla, nem az a világ fog jönni, hogy a munkás emberekre szükség lesz, tehát, hanem arra, hogy épülnek le gyárak, épülnek le a munkahelyek. És higgyétek el, hogy a PPH az a közösség, ami mindig létezni fog, és mindig működni fog, mert az égiek, mi tudjuk, akik itt tanulunk, és érezzük, tapasztaljuk az életünkön, hogy az égiek ezt támogatnak minket teljes mértékben. Úgyhogy gyere, mert semmi kötelezettség nincsen, el tudsz jönni személyesen ide az irodába, meg tudod hallgatni a képzést, találkozol személyesen Szedlacsik Miklóssal, te magad bizonyosodjál be arról, hogy ő milyen ember. Az, hogy te hallasz róla valamit, vagy olvasol róla valamit, az egy dolog. Mi 10 éve vagyunk itt, és mi azért már ismerjük. Mi azért már ismerjük, igen. Tehát hál' Istennek egyre többen ismerik, és látjuk mi is a csapaton belül, hogy aki itt tanul, akkor változik az élete is jó irányba. Úgyhogy gyertek, és tényleg ez a csekély összeg. Tehát mai világban a 19.700 forint, utána pedig az a 12.500 forint, ha magadra nem tudsz ennyit szánni, az már baj. Az elég nagy baj már. Igen, igen. És még azt szeretném mondani, hogy az sem baj, ha nem tudsz élni, esetleg messzebb laksz, akkor keresel egy PPH-st, aki sokan szervezünk már a PPH-nál, a Facebookon, a többi social médiában is találsz magadnak egyet, elmondja neked, hogy tudsz tanuló lenni, segít neked mindenben, ami kérdésed van. Ez is jó benne, hogy a Szedlacsik Miklós ugye nem tartja meg magának a vezetés lehetőségét, hanem továbbadja azoknak, akik itt szerveznek, és van bennük ambíció erre, találhatsz már számtalan embert, aki tud neked segíteni. Ezek óriási dolgok. Egyébként itt kialakulóban még az elején vagyunk, de senki nem késett el, aki most csatlakozik. Így hát most hozz egy jó döntést, de nagyon halogassál tovább. A szünet után egészségteremtő kócsképzés 4. hónapja, jó hónapjában vagyunk. Igen, ez lesz most. Ha itt vagy személyesen, vagy valakinek a részvételével nézed, aki ugye PPH-s, akkor meg tud nézni a második részt is egyszer. Ha meg nem, akkor igyekezz, hogy meg tud nézni. Most 30 perc szünet fog következni, 18 óra 40-kor fogjuk folytatni. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!